Nemzetközi vészhelyzetet hirdetett az egészségügyi világszervezet az Ebola járvány miatt. Az intézmény összehangolt intézkedéseket sürgetett a Nyugat-Afrikában pusztító vírus megfékezésére. A betegség által érintett országok ugyanis nem képesek a járvány kezelésére. Közben az amerikai hatóságok engedélyezték egy újabb kísérleti gyógyszer tesztelését a fertőzött betegeken. Nemzetközi összefogást sürget az egészségügyi világszervezet az Ebola járvány miatt. A szervezet arra hívta fel a figyelmet, hogy a járvány által érintett, elszegényedett országok nincsenek felkészülve a helyzet kezelésére. Ma reggel nemzetközi vészhelyzetet hirdettünk az Ebola miatt. A vírus terjedését komolyan kell venni, és meg kell akadályozni, hogy további országokban fertőzhessen. Az országok közötti szoros koordinációra van szükség, mondta a szervezet vezetője. Libériában a katonaság bevetésével tartják kordon alatt az Ebola által leginkább érintett régiót. A kormányzat döntése értelmében a térség legalább 3 hónapig lesz veszteg zár alatt. Egyelőre nem nyitják újra annak a nigériai kórháznak a kapuit sem, ahol az első Ebolával fertőzött beteg életét veszítette. A hatóságok csupán az épületet zárták le, a környéken normális kerékvágásban zajlik az élet. A nyugat-afrikai térségben eddig közel 2000 megbetegedésről érkezett jelentés, a halálos áldozatok száma meghaladja a 930-at. We do know how to stop Ebola. Közben Washingtonban arról döntöttek, hogy felállítanak egy Ebola ügyi munkacsoportot. Ezek a szakemberek fognak dönteni többek között arról is, hogy milyen módon alkalmazzák a halálos korral szemben kidolgozott kísérleti gyógyszereket. Amerika ugyanakkor zöld lámpát adott egy második kísérleti gyógyszer számára is. A szert korábban már tesztelték, igaz kizárólag egészséges önkénteseken. A kísérleteket azonban néhány hete leállították, mivel különböző mellékhatásokat tapasztaltak. Most fertőzött betegeken próbálhatják ki a gyógyszer hatását.